Ezek a pontyok Balatonfenyvesnél akadtak horogra még március 23-án. A probléma, hogy egy horgás zsákmányolta az összes halat, szám szerint 21-et, pedig csak hármat szabad megtartani egy nap. Jelenleg ragadozó halfogási tilalom is van, ezt is megsértették az elmúlt napokban. Most éppen a ragadozó tilalmi időszakban négy balint fogott meg az úriember, ember, amiből ráadásul az egyik még méretlen alul is volt. És ráadásul ez az, az úriember azzal védekezett pontosan, hogy ő nem is tudta, hogy tilalmi időszak van a balinra de ezért kérem azt, hogy mindenki figyeljen azért oda, hogy milyen tilalmak és korlátozások vannak éppen az adott időszakban. A Balatonon az őszi és a most beköszönő tavaszi időszak a horgászok kedvence. A felmelegedő vízben most kivált kép a pontyok aktivizálják magukat, különösen a tónyugati öblében. A jó fogási viszonyokat érdemes kihasználni, de csak a megszabott korlátozások és tilalmak betartásával. Tényleg nagyon nagy örömmel várunk mindenkit a Balatonparton, mert most tényleg jók a fogási lehetőségek. És ilyenkor az idő is gyönyörű, minden szép, csak én azt kérem, hogy a, a törvényi előírásoknak és a horgászendi előírásoknak megfelelően horgászanak. A darabszám korlátozás megsértésével és a fogási napló helytelen vezetésével találkoznak leggyakrabban a halőrök, akik most fokozottabban ellenőrzik a horgászokat. A Balatoni Halgazdálkodási ZRT szerint a halbőséghez idén az is hozzájárul, hogy márciusra már betelepítették az éves pontmennyiség közel egy harmadát. Már tavaly túl teljesítették a 300 tonnás kötelezettségüket, idén pedig már február folyamán betelepítettek több mint 65 tonna pontyot a Balatonba.